Iskolások vették birtokba a Rácbánya tanösvényt csütörtökön délelőtt az Apatini utcában. A terület korábban sokáig murvabányaként működött, de szeméttelep is volt. Később létrehoztak egy zöld felületet, és az ideális mikroklímának köszönhetően kialakult rajta az élet. Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője híradónknak elmondta, a terület 2017-ben védetté vált. Hozzátette, fontos geológiai érték található a területen, hiszen itt végződik a Velencei hegység, aminek köszönhetően Európa szerte is kuriózumnak számító ingókő jellegű gránit tömbök láthatók. A tanösvény hét állomásában a kapcsolódó élővilággal ismerkedhetnek meg a kilátogatók. Az elsődleges célunk az volt, hogy megerősítsük a Sóstó mellett a városi környezeti nevelésnek a fontosságát, a természetismeretet, és hogyha aki kilátogat ide, megismerhesse azokat a fajokat, amelyek itt megtalálhatók. Ezeket nagyon szuper interaktív tanösvénytáblákon, hét állomáson keresztül igyekezünk bemutatni. Létesült egy nagy interaktív pálya, ami az Entai Ökosulinak egy nagy örömére is betölt bizonyos űröket. Serpalkovics András polgármester kiemelte, egy korábbi bejárás keretében döntött a városvezetés a szakemberekkel közösen arról, hogy a kiránduló helyet a maga szépségében hagyják meg úgy, hogy közben az ide látogatókat segítik az informálódásban. Akkor arra jutottunk, hogy amennyire lehet hagyjuk érintetlenül ezt a csodálatos kis természeti és természetes környezetet, élővilágot, és olyan dolgot alakítsunk ki benne, ami segít az edukációban, az oktatásban, az érzékenyítésben a természet és a természetvédelmének ügye mellett, mert hogy ez a hely minden adottsággal ehhez rendelkezik, és az volt a szakemberek javaslata, hogy hasonlóan a Sóstóhoz itt is egy tanösvényt lehetne kialakítani. A szakemberek kérik a Rácbányába látogatókat, hogy lehetőség szerint ne autóval érkezzenek a területre, és mindenki vigyázzon a környezetre, tartsák be a szabályokat, hogy minél tovább megmaradhasson ez az ékszerdoboz a város szívében.